Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket Kecskemétről, ahol a Horthy Service technológia és fajta bemutatót tart. Nézőinknek már nem kell bemutatni Fülei Zoltán kertészmérnök és cégtulajdonos ügyvezető urat. Önnek van egy mondása. Szerencsés csillagzat alatt születnek azok, akik kertészeti termeléssel foglalkozhatnak. Ha a feladat úgy kívánja, a növényápolás gyakran a szabadidő rovására előnyben részesül. Beszélne erről nézőinknek bővebben? Szeretettel köszöntöm a Kurca TV nézőit és a termesztő kollégákat, paprika, paradicsom, uborka és intenzív szabadföldi zöldségtermesztőket. Annyiban módosítanám az előbbi megállapítást, a korábbi megállapításomat, hogy tényleg nagyon szerencsések azok az emberek, akik azzal foglalkozhatnak, amit szeretnek csinálni. A kertészetet ugyanis a szakma szeretete, vagy a növények szeretete nélkül nem lehet. Hiába is tanultuk meg az iskolába, hiába erőszakolta ránk a főnökünk, mondta el, hogy mit, hogyan csinálunk, hogyan kell csinálni, azért mindig vissza-vissza térünk ahhoz a helyzethez, hogyha ezt mi szívvel, lélekkel, a növények tudatos megismerése és a növény irányítása nélkül akarnánk csinálni, az úgy nem menne. Én a magam részéről örömet látok abban, hogy a növényekkel, növényeknek a működésével és a növényekkel együtt a rovarvilágnak, a klímának az alakulását is figyelve szép, egészséges, tiszta, környezetbarát rendszert építhetek. Ahhoz, hogy ezt valaki végig tudja csinálni, ahhoz muszáj a növényt szeretni, és éppen ezért én, amikor a munkaidőm végén az irodai munkámat leteszem, akkor nekem ez kikapcsolódás, hogy ide kijöhetek a kertészetbe, és újra gondolhatom a világnak a dolgait is, és a növényeimnek a fejlődését egyik napról a másikra végig tudom követni. Ez részét képezi az életemnek, és azt gondolom, hogy a többi termesztő társam is, aki a napjait nem ritkán a hajnaljait és az éjszakáit is a növényei mellett tölti, az hasonlóképpen gondolkozik. Tehát én azt javaslom a tisztelt kollégáknak, hogy ha lehet, akkor még jobban ismerjék meg, még jobban szeressék, és tudják a növényeket olyan irányba irányítani, hogy az a lehető legjobbat ki tudja hozni magából. Ön már több alkalommal beszélt a Kurca TV nézőinek a környezettudatos kertészkedésről, amely egyben nagyon fontos a mi egészségünkre is. Nekünk úgy tűnik, hogy ezt a céltudatos munkáját a továbbiakban is folytatja. Mi úgy tudjuk, hogy ön volt az első ember hazánkban, aki behozta a biológiai védekezést a növényi kártevők ellen. Beszélne erről is nézőinknek? Szívesen egy-két mondattal megpróbálom összefoglalni ennek a hátterét, és azt, hogy mi is az elképzelés ezzel a biológiai növényvédelemmel és a környezettudatos egészség, tudatos növénytermesztéssel. Ugye, miután az életemnek egy jelentős részét a kémiai, kemény drogokkal foglalkozó és kezelő növényvédelemben töltöttem el, elegendő példa volt a hátam mögött arra, hogy egy új rendszert építhessek, és a Horthy Service Kft.-nek a megalakításakor ez volt a küldetés. Jelentős társadalmi munkát is elvégzünk annak érdekében, hogy a termesztés környezetvédelmi és egészségtudatos szempontjai azok érvényesülhessenek. A biológiai növényvédelem egy nagyon fontos része a termesztésünknek, hiszen a rovarok mindig arra törekednek, hogy tönkretegyék azt a mi munkánkat. A rovarok ellen pedig eddig azt gondoltuk, vagy korábban azt gondoltuk, hogy csak úgy lehet védekezni, hogyha lövünk. Nem biztos, hogy mindig lőni kell. Az én mondandóm a jelenlegi bemutatón is, hogy ember gondolkoz, nem biztos, hogy mindent azonnal el kell tüntetni, le kell lőni, el kell pusztítani, le kell állítani, ami mozog a termesztőberendezésben és a szabadföldi kultúrákban.
ne lőj, hanem próbáld meg a biológiai egyensúlyt úgy működtetni, segíteni a hasznos rovaroknak a szaporodását, és ha lehet, akkor korlátozni a káros rovaroknak a túlszaporodását, hogy a kettő biológiai egyensúlyban élhessenek egymással, és lehetőleg minél kevesebb kártételt okozzon a rovar, ugyanakkor ez költséghatékony és minőségi zöldségtermesztéshez vezessen. A biológiai növénynek az a lényege, hogy egy egészséges, egyensúlyi helyzetet teremtsünk a növényeinken, és ott a rovaroknak a túlszaporodása az ne tudjon semmilyen kárt okozni.